Képviselő úr, itt állunk a Fém utcában, a hármas választókörzetben. Mind a ketten esőrnyő alatt, elég rossz az idő. Milyen munkálatok vannak itt? A Fém utca első ütemének az útfelújítása zajlik. Most itt hallani is mögöttünk, ugye, ahogy a markoló dolgozik. Ezt esőben lehet csinálni. Tehát útfelújítást végzünk itt, az Ötvös utcától egészen a Harmat utcáig. Ez az útfelújítás a járdával együtt jár, és a kocsi beállókkal? Nem, ez, amint mondtam, útfelújítás, tehát az utat fölmarják, kap egy új alapot, kászegélyeket, és oda jön a kopó réteg. Ugye az itt már megszokott a kászegélyek között, mert akkor maga az úttest is részt vesz a felszíni vízzel vezetésben. Mikor kezdődnek a munkálatok, tehát azt látjuk, hogy elkezdődtek, mikor fejeződnek be? Hát ez egy ilyen bő két hét, kettő és fél hétre teszi a kivitelező. Milyen széles lesz? A szélessége nagyban nem változik, mint mondtam, ez útfelújítás, tehát az út szélessége az marad, talán egy kicsivel lesz szélesebb, nem jelentős mértékben. Mennyi pénzbe kerül az önkormányzatnak? Hát ez majd 20 milliós beruházás. Forgalom korlátozással is jár, ugye? Ez csak ebben a kis szakaszon, úgymond kis szakaszon jár forgalom korlátozással, illetve annyiban, hogy az átmenő forgalmat némileg ez korlátozza, de az itt lakók ki és be tudnak állni, tehát azzal nincs gond. Képviselő úr, mennyire volt sürgős ezt az utat elkészíteni, kijavítani? Hát erre az utcára már igencsak ráfért a felújítás, mert nagyon, nagyon rossz állapotban volt. És ugye az egyik régi tervem volt, nem árulok el ezzel nagy titkot, hogy ezt az utcát felújítsuk.